Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács András újságíró, mai vendégműsorvezetőnk, és ilyenkor mindig először vele megnézzük a lapokat, hogy mit ír az újság. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Én Brajer Péter vagyok, és akkor nézzük a kötelező köröket. A Luhaka zsinagógai naptár szerint 5781. esztendővel vagyunk Ijár havának 10. napján, és az Omer számlálás 25. napján. Míg a polgári időszámítás szerint április 22-ét írunk, csütörtök van, az esztendő 16. hetében vagyunk. Szeretettel üdvözlünk minden Csilla és Noémi utónevű nézőnket, és mindenkit, aki az elmúlt 24 órában gyermekének adott életet. Ilyenkor szoktam elmondani, hogy ez a maszk, ez sok mindenre képes. Életet tud menteni, ha jól használjuk, főleg a zárt területeken. Egyes helyeken, nyitott területeken már nem kötelező. Megakadályozhatjuk, hogy megfertőzzünk valakit, vagy minket fertőzzenek meg. Használják, tartsák be a szociális távolságot is, és a higiéniai előírásokat is. A bankok ebben úgy segítenek minket, hogy az euró középárfolyama 3,6229, míg az angol font 4,1949. Az időjárás nem nagyon segít rá, hisz 5 és 18 Celsius fok között van a mai időjárás. Előre láthatólag öltözenek rétegesen, legyen mit levenni, és mert meleg lesz, figyeljenek oda, főleg a fiatalok és az idősebbek folyadékháztartására. Nagyon fontos, mert ha kiszáradnak, minden betegség könnyebben elviszi önöket, és egyáltalán vigyázzanak magukra, hogy még sok-sok éven keresztül együtt tudjunk lenni. És most hallgassák beszélgetésemet Kovács Andrással, amivel megnézzük, hogy mi is a helyzet, mit írnak a lapok, Andris. Jó reggelt kívánok én is a kedves nézőknek. A legérdekesebb hír, amit a Magyar Nemzetben találtam, az, hogy a BKV-nál egyre nagyobb a probléma. Itt a legfőbb gondot az okozza, hogy a főváros csupán 0%-os béremelést irányzott elő erre az évre, és azt írja a Magyar Nemzet, hogy jelentős távozások lehetnek, és adott esetben elképzelhető az, hogy még sztrájk is lesz? A sztrájk is lehetséges, igen, valamint az, hogy adott esetben nem tudják mondjuk az összes rendelkezésre álló járművet elindítani, mert nem lesz, aki vezessen. Ez értendő a buszokra, villamosokra, metrókra? Igen. Akkor képesek megbénítani a forgalmat. Hát már volt, ugye emlékezzünk rá, BKV sztrájk 10-11 évvel ezelőtt, akkor milyen állapotok voltak a fővárosban. De szerinted pandémia idején megengedett dolog, hogy valaki sztrájkoljon? Hát ez kérdés, hogy mit enged meg a jelenlegi törvény. Én úgy tudom, hát a vészhelyzetben szerintem majdnem kizárt a sztrájk. Valószínűleg kizárt, de lehet, hogy később majd, ha vége a veszélyhelyzetnek, akkor... De a veszélyhelyzetnek lehet, hogy úgy tűnik, hogy vége van, de de facto nekem úgy tűnik, hogy lassan ezt kijebb kell tolni ennek, és tovább fenntartani. Be is nyitotta a kormány a megfelelő törvényt ugye erre, a parlament majd dönt erről. Úgy tudom, hogy a következő egy hónapban lesz erről vita, és akkor lehet, hogy az ellenzék azt fogja válaszolni erre, hogy ez biztos a 22-es választások miatt van? Az ellenzék már válaszolt is, azt mondják, hogy ezt azért nyújtotta be a kormány, mert így akarja megakadályozni az előválasztást. Ezt mondta több ellenzéki párt is, és nem is fogják megszavazni, de szerintem itt még lehet, hogy lesznek változások a következőben. Ez nagyon érdekes lesz, hogy vajon azok az ellenzéki pártok, akiket ez a különleges hatos fogat, amit ugye én romlott francia salátának neveztem el, ez az 5+1, azok nem fogják megszavazni, de vajon azok, akiket nem vettek ebbe be, és nem vehetnek részt, meg fogják szavazni? Hát az már kiderül, szerintem nem. Szerintem nem fogják, szerintem nagyjából a teljes ellenzék és a független képviselők, akikben valaki ellenzéki párt tagja, valaki nem, azok szerintem azok se fogják megszavazni. Én bennem mindig motoszkál egy kérdés, és a lapokban nem találtam erre választ, még nem nagyon foglalkoznak erre, hogy
Vannak ellenzéki pártok, meg ellenzéki pártok. Kik ebből az igazi ellenzéki pártok? Mert ez az 5 plusz 1 mindenféle nem szép dolgot nyilatkozik azokról, akik nem közülük vannak. Na, nem meg csak azokról is, akik közülük vannak. Nehéz eldönteni, ugye, hogy követjük ezeket a nyilatkozatokat, valakiről azt állítja az ellenzék egyik pártja, hogy a másik pártban vannak úgymond Fidesz ügynökök, majd visszaválaszolnak onnan, hogy nem is így van, hanem abban másik pártban vannak Fidesz ügynökök, úgyhogy szerintem ezt még ők se tisztázták le, hogy tulajdonképpen ki van a Fidesszel, ki nincs a Fidesszel. Szerintem ez nagyjából ki fog derülni a következő egy évben. A választásokig csak sikerül eldönteniük ezt a kérdést. Hogy ki kivel van. Igen. Itt van még egy érdekes hír a Magyar Nemzetben, miszerint ugye az ellenzék több képviselője felszólalt a tervezett kínai egyetem ellen, ami épülne Budapesten, ugye a 9. kerület Dunapark mentén a Diákváros mellett, és az Európai Bizottsághoz fordultak, hogy valamit csináljanak a terv ellen, és azt írta... De ez nem Magyarország belügye? De pont ezt írt az Európai Bizottság, a Magyar Nemzetnek írta a kérdésükre, hogy az oktatás és a képzés tagállami hatáskörbe tartozik. Úgyhogy Egyik miniszterelnök jelölt, aki majd lesz, csak még várni kell két hetet, míg beérik nála, láttuk egy kereskedelmi televízióba, tehát ő azt válaszolta a műsorvezető kérdése, hogy na ezt nem. Hogy is van ez? Elég nehéz ügy. Én a legújabb fejlemény az, hogy a ügyekben, hogy a Palkovics László, aki a felsőoktatásért is felel a kormányban, le szeretne ülni a főpolgármesterrel, mert az érintett kerületi polgármesterrel is tárgyalni ez ügyben, és tisztázni az álláspontokat. Én is meglehetősen furcsának tartom, hogy miért nem hallgatják meg mondjuk a önkormányzati vezetők először a kormányt, és a kormánynak az illetékes miniszterét ez ügyben, hogy pontosan tisztázza, hogy hogyan is fog kinézni az egyetem, kik járhatnak oda, kik nem járhatnak oda, mi fog épülni, mennyiért. Úgyhogy szerintem előbb tisztázni kellett volna nekik is, hogy tulajdonképpen miről van szó. Mégiscsak a világ első 50 vagy 44. legjobb egyetem. Azt hiszem a rangsorban 34. 34. akkor. Tehát egy ilyen egyetem Magyarországra jön, szerintem inkább azt kéne ösztönözni, hogy minél több ilyen jöjjön ide, és hogy minél gyorsabban épüljön fel szerintem ez a kampusz, a Diákvárossal együtt természetesen. Évtizedekkel ezelőtt, amikor Magyarország egyetemei nyitva voltak a harmadik világ számára is, azokból az itt végzett diákokból a mai napig profitál Magyarország, szinte Magyarország követeivé váltak orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, akikről már több riportfilmben is beszámoltunk, hogy milyen szépen beszélik a magyart, és Magyarország egy különleges hely nekik. Tehát az ország követévé válnak. Akkor mi itt a probléma? Itt szerintem egyértelműen egy politikai haszonszerzés folytat az ellenzék olyan szempontból, hogy megpróbál ebben a... Vagy ezt a, láthatóan van egy kommunikációs váltás is náluk, főleg itt Kína ellenesség ügyében. Az elmúlt hetekben, hónapokban gyakorlatilag minden rosszat elmondtak Kínáról, az oltóanyagról kezdve, a politikai berendezkedésig, teljesen mindegy az, hogy... Érdekes, az egészségügyi világszervezet egyik vezetőjének tegnapi látogatásán külön meghozsannázt, hogy milyen szerencse, hogy Magyarország gondoskodott keleti vakcinákról, és így több százezer ember életét meg tudták menteni. Ez így van, de azt is tudni kell, hogy ez a Fudan Egyetemben nem kínai, nem a kínai államvezetés vagy államrendszert importálja Magyarország, hanem a tudástőkét. Hát ez persze kérdés, hogy kik fognak tanítani, kik lesznek a diákok, ez egy... Igen, de hogyha megnézzük a világ más részeit, akkor teljesen bevett dolog az, hogy bizonyos egyetemek elmennek külföldre, ott építkeznek, nincs ebben semmi meglepő. Hát így lehet igazán népszerűsíteni, és ma már a tudás az egy árucikk, ami kereskedelmi forgalomba kerül. Igen. Másik, itt én találtam még egy érdekességet a Népszavában, itt annak jártak utána, hogy az orosz befolyás hogyan érvényesül itt Közép-Európában, és hogy milyen veszélyeket rejt ez magában. Hát én úgy látom, hogy nem biztos, hogy itt a csehországi események kapcsán sikerült pontos képet adni arról, hogy mit is jelent ez.
az a baj, hogy amit én itt problémának látok, hogy összekeverik ők is a vakcina ügyet, egyértelműen orosz befolyás szerzésként értékelik továbbra is. Hát ahhoz én képest, meg... hogy Németországból back-to-back repülőgépek repülnek oltás turizmusra, mit befolyásolnak, megmentenek még embereket. Igen, én is keverném össze a kettőt. Az, hogy az orosz titkosszolgálat pedig működik bizonyos országokban, úgy lenne korrekt szerintem, hogyha mondjuk beszámolnának arról, mondjuk az amerikai titkosszolgálat. Erre csak egyetlen válasz van. Egy egészségügyi politikus, aki ágy mellett gyógyít szokott bejárni hozzánk, és arra emlékeztetett, hogy 1945 óta ilyen szovjet típusú oltásokon nőttünk föl, és életben maradtunk. Tehát biztos, hogy nem felejtették el, hogy hogy kell oltóanyagot gyártani. Megráadásul nincs is egyelőre, én nem olvastam olyat, hogy a kreatív vakcinák miatt mondjuk halálesetek történtek volna, vagy összefüggésbe hozható lenne bármilyen haláleset egy azáltal, hogy valaki keleti vakcinát adott be. Én csak most gyorsan a MSZP volt országgyűlési képviselőjét tudom idézni. Gögör Zoltán nyilatkozta azt, hogy keleti vakcinát adatott be magának, és utána megnézte, hogy hogyan reagált a szervezete, és azt állította, hogy igenis hatékony és biztonságos a keleti vakcina. Mondja azt a MSZP-nek a volt országgyűlési képviselő, és emlékeim szerint az országos elnökségnek is a tagja volt. Ez a nyilatkozat után szerintem nincs sok esélye, hogy 22-ben... Legközelebb a Szabadságot, a Munkáspárt lapját, a Világproletáriai Egyesületek címszóval fogjuk idézni. Itt van a 168 óra is. Ők is a vakcina biztonság életre, halálra, marketing, oltások, hatóanyagokra írnak. A Metropol ingyenes lapot is beszerezhetik, egyszerűen le kell hajolni érte, és természetesen a hetekre sem maradt idő, majd legközelebb. András, köszönöm, hogy velünk voltál, illetve maradjál még kicsit, mert pár érdekes riportalanyunk van, és már is folytatjuk tovább, tartsanak velünk.